Sziasztok, én Gábor vagyok, ez pedig itt a Weekly Fix, melyben szó lesz arról, hogy bizony drágább lesz a Game Pass és az Xbox Series X, hogy melyek a Netflix legnézettebb tartalmai, és hogy kiváltja Kevin Costnert a Yellowstone-ban. Lássuk is a híreket! A Netflix megosztotta saját platformja történetének legnézettebb filmjének és sorozatainak a listáját, méghozzá egy új és, valljuk be, sokkal észszerűbb számolási módszer alapján. Elég brutálisak a számok. A legnagyobb streaming szolgáltató mostanáig a megnézett órák alapján rangsorolta a tartalmait, ami olyan szempontból nem volt igazságos mérce, hogy értelemszerűen nem minden sorozat és film ugyanolyan hosszú. Például egy sitcom nem fogja felvenni a versenyt az extra hosszú epizódokkal jelentkező Stranger Things-el, ezért aztán a platform változtatott a számolási módszerein. Mostantól nem csak a megnézett órákat teszi közzé a heti top listáiban és a statisztikáiban, hanem a tartalmak játékidejét és a nézőszámot is, melyet az előbbi kettő alapján számolnak ki, tehát a megnézett órákat elosztják a játékidővel. Ez pedig némileg átrendezte a rangsort, egészen pontosan az angol nyelvű sorozatoknál, ahol a Wednesday vált a legnézettebb tartalom már megelőzve a Stranger Things 4. évadát. A Dahmer 3. helyezése sem okozhat meglepetést, mint ahogy az sem, hogy a nem angol nyelvű tartalmaknál a Nyerd meg az életed vezet, méghozzá magasan. A filmek terén továbbra is a különösen veszélyes bűnözők az első helyezett, azt követi a Ne nézz fel, majd a rövidebb játékideje miatt az Eden projekt, ugyanis ha a megnézett órákat vennénk alapul, akkor a Madarak a dobozban lenne az első helyezett. A nem angol nyelvű filmek közül a Troll tanyázik az első helyen. Ezt követi a platform, aminek hamarosan láthatjuk is a második részét. A Netflix mostantól a mindenkori listákat nem 28, hanem 91 napos szereplésük alapján állítja össze, hogy a lassabb kifutású tartalmak is megkapják a megérdemelt figyelmet. Phil Spencer, az Xbox első embere pár hónapja jelezte, hogy jelen gazdasági helyzetben nem tudják tartani az áraikat, és most be is jelentették, hogy hamarosan a Game Pass és az Xbox Series X konzolok is drágábbak lesznek. A Game Pass esetében szerencsére nem kell drasztikus áremelkedésre számítani. A sima konzolos előfizetés 3000-ről 3190 forintra, az Ultimate csomagára pedig 4190-ről 4790 forintra módosul július 6-tól. Az aktív előfizetők kapnak egy kis haladékot, a változás az ő esetükben augusztus 13-tól lép életbe, aki pedig éves előfizetéssel rendelkezik, annak majd csak a megújításkor kell számolnia a magasabb árral. A PC Game Pass továbbra is a megszokott áron lesz elérhető. Az Xbox Series X esetében már fajsúlyosabb a drágulás, ugyanis az eredetileg 500 euróért kínált konzolt augusztus 1-től 550 euróért találjuk meg a boltokban, ami jelenlegi árfolyamon több mint 18 000 forintos emelést jelent. Így pontosan annyiba kerül majd az Xbox erősebbi gépe, mint a PlayStation 5, aminek szintén nemrégiben módosították az árát. A Series-es gépeket nem érint ez emelés, azok változatlan áron lesznek elérhetőek. Igaz, érkezik a fekete színű 1 terabájtos SSD-vel szerelt változat, amiért alapból több pénzt kér a Microsoft. Most pedig jön néhány villámhír, no meg nézzünk körül az IGN Shopban is. 2024 nyarán érkezik M. Night Shyamalan újrendezése, a Trap, amely a leírás szerint egy koncerten játszódó pszichotriller lesz. Nagyon úgy tűnik, hogy a 2024-es és a 2025-ös E3 is elmarad. Los Angeles turisztikai bizottsága tett közzé egy dokumentumot, amiben a helyi szobafoglalások adataihoz szúrták be megjegyzésként, hogy a rendezvényt törölték a következő két évre. Az E3-at szervező ISC hivatalos nyilatkozata szerint azonban még nem döntöttek a rendezvény sorsáról, szóval akár az is lehet a magyarázat, hogy teljesen digitális formában tér vissza az Expo. 2024-ben debütál majd a Netflixen az Avatar, az utolsó léghajlító élőszereplős sorozat változata, melyhez nem csupán egy rövid kevcsináló érkezett, de az első képek is, rajta Gordon Cormier Angjával, Kiaventio Katarájával, Ian Oslie Szókájával és Dallas Liu Zuko hercegével. 2023. augusztus 22-én jelenik meg a God of War PC-s változatának nagyon minőségi rajongói szinkronja, a szinkronsarok jóvoltából, amit természetesen teljesen ingyenesen tölthetünk majd le. A lázát levéhetem. De a gyógyuláshoz... Tudnia kell az igazságot magáról. A magyar hangsáv megalkotásában olyan neves színészek is részt vettek, mint Csuha Lajos, Solecki Janka, Seder Gábor és Szabó Zsejke. Az IGN Shopba pedig érdemes bekukkantani, ugyanis hamarosan véget ér az a promóciónk, aminek keretében, ha 20 000 forint felett vásároltak nálunk, akkor választottok egy ajándék Warcraft terméket a rendelésetek mellé. Fontos, hogy a kiválasztott ajándékot is pakoljátok be a kosárba a többi termék mellé, mert csak akkor tudjuk elküldeni nektek. A Yellowstone című széria népszerűségéhez kétség sem férhet, hisz több előzmény sorozatot is fialt. Igen ám, de a széria sztárja Kevin Costner úgy döntött, hogy 5 évad után otthagyja a sorozatot, és ugyan a pótlás minőségi, azért van rossz hír is.
Már korábban is felmerültek olyan pletykák, hogy Matthew McConaughey lépett Costner helyébe a Yellowstone folytatásában, amit Taylor Sheridan, a széria atya most meg is erősített, ám éppen a nagy váltásra való tekintettel és a rajongók bánatára ez a folytatás nagy valószínűséggel egy önálló sztorit kezd a régi nagyok nélkül. Az új sorozat címében ott lesz majd a Yellowstone szó, de ez inkább egy spin-off lesz, ami új helyszínen új karakterekkel forog majd. Ezt ugyan Sheridan nem mondta ki, csak erősen utalt rá azzal, hogy azt nyilatkozta, ő egy spin-off sorozatot pont úgy képzel el, mint egy előzmény szériát. Azokról megtudjuk, milyenek lettek. Az alkotó egyébként keserű Costner távozása miatt, de elfogadta a döntést, hogy a színész a saját kétrészes western filmjére, a Horizon, an American Saga-ra akar összpontosítani. Remélem megérte ezért a filmért otthagyni a sorozatot, nyilatkozta Sheridan. A Yellowstone hátralévő epizódjai az év végén kerülnek adásba. 2020-ban robbant a Call of Duty ingyenes Battle Royale spin-offja, a Warzone, ami gyorsan meghódította a játékos közönséget. Az Activision azonban most szomorú hírt közölt, pár hónap múlva bezárják a shooter szervereit. A Call of Duty hivatalos oldalán jelent meg a hír, hogy a Warzone 1.0 számára szeptember 21-én jön el a vég. Egészen pontosan a Warzone kalderáról van szó, hiszen a 2021. decemberében bevezetett nagy térkép volt a fő játékmódok helyszíne. Egy ideje már ez az egyetlen helyszín, ahol lövöldözhetünk a Warzone-ban, a szerverek bezárása pedig azt is jelenti, hogy utána nem lesznek elérhetők az online szolgáltatások, a fejlődésrendszer, a tárgylista, szóval gyakorlatilag megszűnik létezni a franchise ezen felvonása. Természetesen a Warzone kaldera keretei között vásárolt tartalmak továbbra is hozzáférhetőek lesznek a Modern Warfare-ben, a Black Ops Cold War-ban és a Vanguard-ban, amelyek rendelkeznek Warzone integrációval. A Warzone 2.0 persze számos tartalommal bővül majd a jövőben, beleértve a Warzone Mobile-t is, ami egyelőre fejlesztés alatt áll. Többek között ezért is döntött úgy a kiadó, hogy mennie kell a Warzone kalderának, mert az erőforrásait a jelen és a jövő kapcsolódó projektjeire szeretné összpontosítani. A játékosok nem fogadták kitörő örömmel a hírt, a széria Twitter oldalán igen dühös bejegyzésekkel reagáltak a Warzone megszűnésére. És ti hogy vagytok vele? Hiányozni fog az eredeti Warzone? Írjátok meg kommentben! Ennyi volt a Weekly mára, köszönöm a figyelmeteket, de ha már itt vettük a csatornánkon, akkor nézzétek meg a Final Fantasy 16 tesztjét, na meg azt a videónkat, amiben elmagyarázzuk, hogy miért lehet már most bajban a DC bemutatkozás előtt álló új filmes univerzuma. A jövő héten is a szokott időben érkezünk a Weekly-vel, addig is, sziasztok!